Hazánban is megfigyelhető az a trend, hogy egyre fiatalabb korban kezd kialakulni a túlsúly problémája. Bár nem csak az iskolások, hanem az óvodások, sőt a még kisebbek körében is sok elhízott gyermekkel találkozni. A túl sok kilónak később súlyosabb következménye is lehetnek, úgy mint a cukor és májbetegség, az asztma, a magas vérnyomás, a korai érelmeszesedés és szívinfarktus vagy a stroke. Mint a 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakember elmondta, a probléma megelőzésében nagy a szülők felelőssége, ugyanakkor nincsen könnyű dolguk. Nehéz a szülőknek is megtalálni ebben a ö, fogyasztói társadalomban a helyes ö, táplálkozási irányelveket és a mozgási irányelveket, de amikor a gyereknevelésről van szó, akkor pontos szabályokat kell felállítani a gyereknek, meghatározni a korlátokat, a ö, meddig mehet el, akár étkezésben, akár mozgásban, akár ilyen választás is szabadságban, és utána már könnyebb a kommunikáció, hogyha ezek a pontos határok le vannak fektetve. Napjainkban a különböző digitális eszközök, például az okos órák és a témával kapcsolatos telefonos alkalmazások is hozzá tudnak járulni a sikeres prevencióhoz. Ezek segítségével jobban oda tudnak figyelni a gyerekek a helyes táplálkozásra vagy a szükséges mozgásra, de szüleik is nyomon követhetik egészségügyi állapotukat és fejlettségüket. Ezek az applikációk ráadásul könnyen használhatóak, a játékos együttműködésre és az azonnali megjutalmazásra alapoznak. Nem csak a betegeknek, hanem az orvosoknak is nagy segítséget jelentenek, hiszen ezeken keresztül könnyenben meg tudják találni velük a közös hangot, tette hozzá dr. Kántori Irén. Egy kronikus betegnek a gondozása nem könnyű feladat. Ö, köny, ö, meg kell tartani a megfelelő kapcsolatot, meg kell folyamatosan motiválni kell, és ezek az applikációk, ezek abban is jók, hogy megadják mindig a megfelelő motivációt, hogy ma miért csináljak meg valamit. Ö, nagyon szeretem ezeket a digitális eszközöket, már csak azért is, mert a mai gyerekeknek ez ö, elkerülhetetlen. Abszolút életük része. Igen. A mindennapjai igen, része. Igen. A szakember tapasztalatai szerint a gyerekek nagyon szeretik ezeket a telefonos alkalmazásokat, ahogyan ők orvosok is, hiszen a betegekkel való hosszú távú kapcsolat megteremtésében és megtartásában is segítenek, egy kórosan túlsúlyos ember kezelése pedig nem rövid időszak.